újabb projekt valósult meg a részvételi költségvetés keretein belül. A Szobolpark mellett épült kültéri Kondi Park egy helyi lakos Néder Olivér ötleteként került kivitelezésre. Nagyon fontosnak tartom a sportot, és van már Kondi Park a környéken, de azok viszonylag messze vannak innen. A közelben van a Tétényi Fennsík, a Kamaraerdő, itt sokan túráznak és futnak, sportolnak, és ez a Kondi Park egy remek kiegészítő lehetőség, illetve kiegészítő edzési lehetőség, és remélem, hogy sokan fogják használni amiatt. A benyújtott ötletre 187 szavazat érkezett, így lett győztes projekt. Elég sok visszajelzést kaptam időközben, amikor benyújtottam a pályázatot, nem hittem volna, hogy ilyen nagy népszerűségnek fog örvendeni, de nagyon sokan támogatták, és ennek nagyon örülök. A kiépített street workout pályánál további területrendezési munkák is várhatóak. Úgy tudom, hogy még a park környékét rendezni fogja az önkormányzat, ez fontos is, és remélhetőleg előbb-utóbb nagyon sokan felfedezik majd ezt az edzési lehetőséget itt. A helyi lakosnak egy másik, a macskaival tanítása vonatkozó pályázata is megvalósult. Így magáról a részvételi költségvetés adta lehetőségekről is kérdeztük. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, de még szerintem gyerekcipőben jár. Egyrészt sokan nem tudtak róla, hogy van ez a lehetőség. Másrészt sokan nem értették pontosan, hogy hogyan adják be a pályázatot, milyen címet adjanak a pályázatuknak, és hogyha ezt egy kicsit jobban átgondolják legközelebb, a lakosok sokkal több kezdeményezés fog nyerni.